Hagyományosan a második osztályos diákok adtak műsort a Gyulai Lila iskola alsó tagozatosok számára megrendezett farsangi ünnepségén. Nem túlzás azt állítani, hogy az esemény megmozgatta a gyermekeket és szüleiket, amint egy 150 alsós diák egytől egyig beöltözött valamilyen jelmezbe. A tér nagyon hosszú volt, sokat lehetett hógolyózni, hóembert építeni, számítózni. A várva várt esemény a remények szerint a tél végének a közelettét is jelentette. A hagyományoknak megfelelően ilyenkor februárban mi is arra készülünk, hogy elbúcsúztatjuk a telet, és várjuk nagyon a tavaszt. Ma az alsósokkal vagyunk, közel 150 kisgyermek, mindenki beöltözött valamilyen jelmezbe, és a második évfolyam, a második A-osztály és a második B-osztály készült egy kis műsorral. Azt fogjuk megnézni először, aztán pedig megtekintünk minden jelmezes kisgyermeket. Nincsen közöttük verseny, mert hogy ez alapvetően nem arról szól, hanem szeretnénk közösen, jó hangulatban búcsút inteni ennek az zord időszaknak, és hagy jöjjön a kikelet. Pénteken az iskola felső tagozatosai farsangoltak.